A következő riportalanyunk Vági Tibor, aki a hobbi farsztergálásnak áldozta egyrészt az életét, másrészt pedig olyan termékeket állít elő, amelyek valamilyen úton módon a régi hagyományokhoz, a magyarság hagyományai is történik. Jelen pillanatban, amit most meg fogok mutatni önöknek, az egy játékeszköz, de hadd beszéljen róla ő. Pörgetj. Hát ez egy tölgyfából készült, de bármilyen kemény fából meg lehet csinálni. Tölgyfából készült pörgetj, ami a gyerekeknek kedvenc játéka. Valamikor az én fiatal koromban ez egy nagyon kedves játék volt a gyerekeknek. Ezt kézzel meg lehet pördíteni, és akkor forog, ha megfelelő ügyességgel kezeli a gyerek a játékot. Hát ezek a hagyományokat őrzik, a fajjáték az manapság eléggé elterjedt és visszajön a köztudatba. Vannak olyan szülők, akik többre becsülik, mint a műanyag LEGO játékot, így egyre inkább nagyobb tért hódít. Ezek a fajjátékok, ezek a régi hagyományos dolgok. Mik azért jöttünk össze a kollégáimmal, hogy ilyen bemutatókon a régi hagyományos fajesztergálást népszerűsítsük, és próbáljunk ehhez megfelelő partnereket megfertőzni vele, hogy újra fellendüljön ez a nemes régi. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt egyébként, szeretném viszont egy kicsit elvonni ezt az esztergátalmat, mert látom, hogy a kiállító asztalán vannak olyan termékek, amiket szeretnék megmutatni. A nézőknek megyünk akkor a kiállítóasztalokhoz, mint ahogy vannak is érdeklődők, bőven nézik mindeniket. Amit a hölgy fog, arról mit tudna mondani nekünk? Hát ez egy régi, pardon, megmutatom, hogy kell. Szerintem, hogy kell. Ez egy régi, úgynevezett zsinóros pörgetjű. Gyerekek ezt nagyon szerették annak idején, még az én fiatal koromban. Be kell fűzni ezt a kis zsinort ebbe a kis lukba itt, hogy átmenjen a túlfelére. És akkor fel kell tekerni ezt a zsinort, egy kicsit feszesen, hogy a tengelyre feszülve kerüljön rá a zsinor, és akkor bal kézzel megfogjuk a zsinort, egy lendületes mozdulattal meghúzzuk, jobb kézzel pedig leemeljük róla ezt a fogantyút, és ez pörög. Ugyanitt vannak ilyen kézzel pörgethető kis pörgetjük szintén, amit megfelelő ügyességgel kezelve, egy nagy pördítéssel, ha megpördíti a kedves gyerek, akkor ez így pörög körben. Látunk olyat itt az asztalon, és most menjünk tovább egy picikét, mint például a kanál, amely a cukorsütedésére szolgál, sőt, hordócskák, és amik valamilyen... Igen. Egy fogpiszkáló hordó tartó, aztán ez például egy műzlikeverő, kőrizsfából készült, aki szereti a műzlit, ez egy nagyon szép kis dolog hozzá, de vannak gyerekek, akik ezt dobverőnek használják, arra is jó. Aztán vannak itt különböző gombák. Hát ez egy olyan gomba például, aminek a tetejét le lehet venni, és belül a kis ékszereket, kincseket el lehet rejteni benne. Aztán vannak kis hagyományos gombák, ami kis a dísztárgy, és aki szereti a lány tojást, annak ajánljuk ezt a tojástartó kis. Nézd, ez egy megyfából készült tojástartó, a benne levő tojásod. A juharfából készült, ez pedig körisfából. Elég sokáig kellene ezt főzni azért, hogy ne fújjon. Igen, ez nem egy 10 perces tojás, hanem ez egy annál keményebb. Látom még itt, hogy ha minden felhasználat gyakorlatilag akkor, amikor az esztergálással foglalkoznak. Ezek, amiket most filmezek, ezek a virágok, ezek a forgácsokból készülnek? Nem, ez nedves állapotában, amikor még teljesen élő nedves állapotban van, annak a vékonyabb galjaiból lehet kialakítani, de csak nedves állapotban a véső alsó sarkával, úgynevezett pörgetéssel tudjuk megcsinálni ezt, de csak nedves állapotban, ha már ki van szárazva az ág, akkor ezek a kis forgások, ezek letörnek róla. Tehát ez csak nedves állapotban. Ez például gömbakátból készült, ezek megyfából, van itt, ami orgonafából készült. Tehát mindenféle kemény fából ezt meg lehet oldani. Maga a váza szintén egy megyfából készült, érdekessége az, hogy az oldalán a kéreg rajta van hagyva, tehát ez a fának az eredeti szépségét így összességében tükrözik vissza. Szintén, mint ezek a úgynevezett karétálak, ennek is rajta van a kéreg, úgynevezett, ez is egy sejemakátból készült például, ennek is rajta van a kérge, ez a különböző kínálónak, mogyolónak, pisztácia kínálónak szokták használni a gyerekek. Aztán vannak itt kis
tálkák, amik szintén ilyen kínálónak lehet használni. Ez is például egy megyfából készült, úgyhogy a kéreg rajta van, és a belseje az ki van üregelve, megfelelő módon le van kezelve, felületkezelve. Utolsó kérdésként viszont hadd tegyem most már fel azt, és most már innentől kezdve magát veszem, hogy hol lehet önöket megtalálni? Hát ez a hobbi faesztergályos oldalon meg lehet találni bennünket az interneten, vagy van a MAF, úgynevezett Magyar Amatőr Faesztergályos Klub, az a www.maf.hu oldalon. Ott is van, hát 170 körüli tagunk van, ezek mind hobbi faesztergályosok az ország különböző tájairól. A kollégám a Szegéd Belterő jött, a másik Kókáról, én budapesti vagyok. Ilyen bemutatókkal szoktunk találkozni, és itt egymástól lejelesztjük a különböző szakmai fogásokat. Egy-egy megoldást, egy-egy problémára, azt egymástól átveszünk, és így egymáson keresztül továbbadjuk a hagyományokat. Sajnos ez a kézi faesztergálás, ez már kimegy a divatból, illetve hát már iskola sincs sajnos, ahol ezt tanítják. Hát a CNC gépekkel nem tudjuk ugye felvenni termelékenységbe a verseny, és hát így a hagyomány őrzés szempontjából szeretnénk minket ezt népszerűsíteni, hogy egy-két fiatalembert megfertőzünk ezzel a csodálatos nemes szakmával, hát ha kedvet kapnak rá, és tovább tudják vinni ezt a szép feladatot. Köszönöm szépen a tájékoztatását! Nagyon szépen!